Úgy tűnik a szomjas kacsa mégsem örök mozgó. Üvegbúrával letakartuk a működő kacsát, és megvertük, hogy a búra alatt egyensúlyi helyzet alakuljon ki. Üvegbúra alatt egyensúlyi helyzetben a folyadék az alsó tartályba kerül. Eltávolítva a búrát, a folyadék felemelkedik a csőben, és a kacsa feje csőröstől belebukik a pohárba, és az ismétlődő folyamat beindul. A szomjas kacsa működik. A búrát visszahelyezve a gépezet egyre kedvetlenebből jár, és rövid idő múlva leáll.